Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben én megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Szombaton a 9 meccs óta veretlen Sopront fogadják a kékcápák. 36 klub atlétái indultak a szezon első fedett pályás versenyén. Már készülnek a nyíregyházi úszók, az áprilisi OB zárja az első ciklust. Hajdúszoboszlón játszik 4 meccset a megyei futballválogatott. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák 19 órai kezdettel a Sopront fogadják. Kicsit kiestünk talán így a meccsritmusból. A hétfő edzésen ezt lehetett is érezni, hogy nem úgy mozogtak a srácok, de próbálkozunk azért a héten visszazökkenni. Nyilván örültem volna jobban, hogyha játszunk, de ez a helyzet, ehhez kell alkalmazkodni. A legutóbbi hazai meccsen ugye nagyon magabiztos győzelmet aratott a csapat az Alba ellen. Mi kell ahhoz, hogy át lehessen menteni a Sopron elleni mérkőzésre ezt a formát, ezt a játékot? Az volt az érdekesség ennek a mérkőzésnek, hogy a szezonbeli egyik legjobb támadójátékunkat és a legjobb védőjátékunkat is produkáltuk egyszerre, ez azért ritka. Legalább az egyiket hozni kell, és a másikban nem szabad olyan sokat visszaesni. Tehát úgy gondolom, hogy ez lesz a kulcs. A védekezésünket szerintem azt meg kell próbálni szinten tartani. A támadás meg ott extrán dobtunk. Nyilván nem lehet mindig arra építeni, hogy extrán fogunk dobni, de a labdajáratás azt mindenféleképpen meg kellene tartani. A Sopron 9 meccses győzelmi sorozatban van, ugye minden sorozatnak vége van egyszer, viszont a győzelmek építik az önbizalmat és építik a játékot. Melyik oldalról közelítjük meg ilyen szempontból az ellenfelet? Hát nyilván minden sorozat megszakad egyszer, nekünk azt kell megpróbálni, hogy itt szakadjon meg. Hazai pályán fogunk játszani, amint említettük, az Alba elleni győzelem után, tehát elméletileg mi is magabiztosak vagyunk, a Sopron is. Szerintem egy nagyon jó mérkőzés lesz, és szerintem van esélyünk elkapni a Sopront. Nagyon rutinos játékosaik vannak. Itt a Borisov személyben van egy magyar bajnokságot nagyon jól ismerő játékos, aki a kulcshelyzeteket felvállalja. Jól nyúltak bele a légiós serében szezon közben. Edzőcsere is szenzációsan sikerült, hiszen válogott szünet óta nem kaptak ki mérkőzésen. Mindenképpen mondom, jó mérkőzés lesz, de felkészülten várjuk a Sopront. Egy új játékos csatlakozott időközben a kerethez, Madár András egy rutinos kosaras, miért esett rá a választás és minden segíthető a csapatnak? Igen, tehát Vaskó ugye sérülése miatt létszámban is elkezdtünk kevesebbek lenni, tehát mindenféleképpen az edzésmunka szinten tartása, illetve javítása miatt is szükség volt rá, illetve rutinja miatt mérkőzéseken remélem jól fog tudni beszállni, és a távoli dobásaival tud minket segíteni. Nyilván egy hónapja nem játszott, több mint egy hónap nem játszott mérkőzést, ez azért látszik a ritmusán. Ilyen szempontból, ha valakinek jól jött a múltkori mérkőzés halasztás, az talán ő lehet, hogy még többet tudott velünk edzésen készülni. Amint edzésen felveszi a ritmust, úgy érzem, hogy a mérkőzés és fog tudni majd hozzátenni a játékunkhoz. Játszottál már többször ellenfélként a nyíregyházi csarnokban, ismertnek a szurkolók, de azért kezdésként egy kis bemutatkozást kérünk, hiszen most már nyíregyházi csapatmezőt viseled. Madár András vagyok, 30 éves, Fehérváron kezdtem a kosárlabdát, ott játszottam A csoportban 4 évig, utána elkerültem Jászberénybe, és decemberben elszakadt a tércalagom sajnos. Utána 10 évig B csoportoztam, és hát most sikerült újra a legfelsőbb szintre, A csoportra eljutni, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni a nyíregyházi kosárlabda klubnak és Mohácsi Máténak, hogy megkerestek és lehetőséget adtak. Milyenek az első benyomások, néhány napja már itt készülsz a csapattal? Nagyon jók az edzések is, ugye hát amit mondtam, hogy 10 éve B csoportot játszom, úgyhogy a ritmust még fel kell vennem, de nagyon rendes mindenki velem, nagyon jól fogadtak, a vezetőség is nagyon rendes volt velem, úgyhogy nagyon jó volt. Akik ismernek, tudják, hogy elsősorban a távoli dobás az erősséged. Mikorra veszed fel szerinted azt a ritmus, hogy majd az A-csoportos meccseken is tud segíteni triplákkal a csapatot? Remélem, hogy minél előbb megpróbálkozom már a mostani szombati meccsen is, hogyha úgy alakul, hogy pályára lépek, de remélhetőleg minél előbb. 36 egyesület versenyzői álltak rajthoz szombaton az atlétikai fedett pályás szezon első versenyén, amelynek Nyíregyháza adott otthont. Ez az első verseny, és nagyon örülünk annak, hogy nagyon sokan érdeklődtek. 36 egyesület nevezett, ebből 5 szlovák egyesület is itt van, és hát csodálják ezt a létesítményt.
és hát az a 344 rajt, ami ezen a délutánon bekövetkezik, mutatja, hogy elég népszerű, mély vált ez a verseny. Mennyien vannak a nyíregyházi versenyzők, és mi az elvárás velük szemben így az év első versenyén? Ez a verseny tulajdonképpen felkészülési verseny majd a következő bajnokságokra, egyrészt az U18-as, U20-as, meg a felnőtt magyar bajnokságra, illetve majd a serdülőknek az U16-os bajnokságára is. Különösebb elvárás nincs, felmérés jelleggel versenyeznek, és elég sok nyíregyházi versenyző, minden szakákból indulnak versenyzőink. Akik egészségesek, azok elindultak. Ez a verseny valamennyire tesztversenynek számít a szervezők, bonyolítók számára is, hiszen azért ekkora csarnokban még ők sem dolgoztak, legalábbis így nyíregyházán. Így van, hiszen kipróbáljuk a technikát, a technikákat, és hát azokat a versenybírókat, a nyíregyházi és a megyei versenybírókat, akik eddig itthon nem tudtak közreműködni versenyeken, most lehetőség van rá, hogy megmutassák, hogy mire képesek, illetve a tudásokat egy kicsit felfrissítsék. Hosszú lesz az atlétikai szezon már értve a szabadtéri, hiszen lesz Európa-bajnokság, világbajnokság, nemzetközi versenyek. Nyíregyházi versenyzők közül többen tagjai a kiemelt atlétikai programnak. Ők milyen támogatást adnak velük szemben, mi az elvárás? Nagyon fontos nekünk, mármint az atlétikai szakágnak, hogy a legjobb versenyzőink ott legyenek a világversenyeken, és hát már van teljesített szint a világbajnokságra, Szikszai Róbert személyében. Bízunk abban, hogy Kerekes Dóra is az Európa-bajnokságra meg tudja dobni a szintet, illetve hát Helebrand Máté, Bakosi Péter, aki szintén készül még ezekre a nemzetközi versenyekre. Most már a felkészüléssel nem lehet probléma, hiszen minden biztosított, ami téli időszakban, nyári időszakban felkészülésre szükséges. Már csak az kell, hogy a formájuk abban az időszakban lehető legjobb legyen, és tudjanak teljesíteni. Ezekkel a körülményekkel elképzelhető, hogy nő majd azoknak a gyerekeknek a száma, akik az atlétikát választják, majd sportákként? Nem csak elképzelhető, hanem már most tapasztaljuk, hiszen egyrészt maga a létesítmény, maga a körülmények vonzzák a gyerekeket, és hát az utánpótlás vonalunk az most már egyre bővebb. Már két edzőt beállítottunk erre a korosztályra, 6-10 éves korosztályra, akik egyrészt szoktatják az atlétika versenyszámaihoz a gyerekeket, illetve hát felkészítik majd a későbbi versenyzői korszakukra. Igen. Spirjev Attila, kiemelt atlétikai program szakmai vezetőjeként láthatta a Nyíregyházi Sportcentrum első hivatalos versenyének első versenyszámát, egy 60 méteres női gátfutási időfutamot. Először is nem a versenyről, hanem magáról a létesítményről kérdezném, milyenek a benyomások, jó néhány ilyet láthatott már világszerte. Maga a létesítmény fantasztikus, és gratulálok mindenkinek, aki ennek a létrejöttében közreműködött, aki ezt segítette. Én azt hiszem, hogy Nyíregyháza városának ez egy óriási büszkeség, ez a létesítmény. A magyar atlétika számára pedig egy fantasztikus új plusz lehetőséget jelent. Abszolút világszintű létesítményről beszélünk. Milyen elvárások lehetnek ezen a mai versenyen? Nyilván ez mint az első verseny, tehát azért sokak számára ez egy felhozó verseny, de például az első versenyszámban az ifjú U20-as VB bronzérmes Tóth Anna egy ragyogó eredménnyel kezdte a szezon. Azt hiszem, hogy most ismerkedni fog neki a pályával, és néhány jó eredménnyel bejelentkezik a szezonra, ami hát most kezdődik, és hát tart gyakorlatilag egy jó másfél-két hónapon keresztül a fedett pályás időszak. Milyen célra hívták életre a kiemelt atlétikai programot? Vannak ugyanígy egyházi szereplői is, és mi az elvárás vele szemben? Ugye Budapest lesz a gazdája, a házigazdája a 2023-as atlétikai világbajnokságnak. Az atlétikai világbajnokság a világ sportrendezvényei közül valójában csak az olimpiai játékok és a labdarúgó VB-EB az, aminek a nagysága, a világszintű nézettsége ezzel összehasonlítható. Ez természetesen a sportágunk számára egy olyan óriási lehetőséget jelent, és így is kezeljük ezt. Erre jött létre a Budapest 2023 kiemelt atlétikai program, aminek a fő célja, hogy minél több magyar atlétának a kvalifikációját tudjuk biztosítani, hiszen ma már ott tartunk, hogy egy világbajnokságon indulni
az is egy nagyon nehéz dolog, nagyon megnehezültek a kvalifikációs feltételek. Mi azt szeretnénk, hogyha legalább 25-30 magyar atléta azzal a csodával találkozhatna, hogy hazai közönség előtt egy világbajnokságon részt venni. Természetesen azt is szeretnénk, hogyha minél többen tudnának egy-egy fordulót menni, elődöntőkbe jutni, uram, bocsán, minél többen döntős helyezést tudnának elérni, és ezt segítendő jött létre a kiemelt atlétikai program. Kik képviselték majd a 2023-as magyar csapatban a nyíregyházi színeket? Akinek most nyilván a legnagyobb esélye erre van Szikszai Róbert, hiszen ő most a szezon végén már olyan egyéni csúcsot dobott, amivel például a 2022-es Európa-bajnokságra a kvalifikációs szintet elérte már. Említhetem Bakosi Pétert, aki viszont most dolgozta be magát a 21-es szezon során a kiemelt atlétikai programba, és hát reméljük, hogy aztán persze lesznek többen, hiszen például Kerekes Dori is a programnak a tagja, és néhányan ott tartanak, hogy hát a bekerülés határán. Úgyhogy remélem azt, hogy minél többen majd részt vesznek ezen a világbajnokságon Nyíregyházáról is. Sűrű lesz ez az év, ugye? Lesz szabadtéri világbajnokság, szabadtéri Európa-bajnokság. Valamelyik prioritást élvez? Abszolút mértékben a 2023-as budapesti világbajnokságnak a kezdő dátuma az augusztus 19. Idén az Európa-bajnokság, ugye ilyen sosincs atlétikában, hogy VB és EB egy évben van, most azért van, mert a Tokió olimpia csúszott, ezáltal a 21-esre tervezett atlétikai VB átkerült 22-re. Mi maradunk az eredeti tervezett beosztásnál, ütemtervnél, és a 2022-ben az Európa-bajnokság élvez abszolút prioritást. Az augusztus 15-én kezdődik, tehát majdnem ugyanakkor, mint 23-ban a VB, és az egész felkészítést, edzőtáboroztatást, formában hozást, csúcsformában hozást, versenyeztetést, mindent megpróbálunk modellezni 22-ben a 23-as terveknek megfelelően. Úgyhogy számunkra néhány atléta kivételével a 22-es atlétikai Európa-bajnokság az igazi értékmérő verseny. Ha nem is teljes létszámban, de már javában készülnek a nyíregyházi úszók. Urbin Tamás reményei szerint 2-3 világverseny is ott lehetnek majd a rajtkövön az NSC sportolói. Január 3-án mérlegeléssel kezdődött a felkészülés, ugye megvolt, elindult a felkészülési hét. Egy laza héttel indultunk, vízi munkával kezdtünk, aztán szép lassan átmentünk a szárazföldi munkára is. Most már második hete zajlik a felkészülés. Sajnos sok hiányzóval a Covid megint az év elejét befolyásolja. Az egész esztendőre készültök, de ugye az úszókról tudjuk, hogy különböző ciklusokban gondolkodnak. Most mekkora ez a ciklus és mi a záróversenye? Jelen pillanatban április végéig szól az első nagy megmérettetés. Ugye április 20-23-a között tartják a magyar felnőtt bajnokságot. Jelen pillanatban helyszín nincs kijelölve, gyanítjuk, hogy valamelyik újonnan átadott úszodába, esetleg Sopronba vagy Veszprémbe, esetleg Szegeden lesz kijelölve a helyszín. A helyszín teljesen mindegy, ez a válogató verseny a május végén tartandó világbajnokságra, ami Fukuokában lesz megrendezve, és utána folytatjuk tovább a felkészülést. Több sportágban is átcsúsztak 2021-22-re világversenyek, az úszás sem kivétel ez alól. Lesz ugye Európa-bajnokság, Univerziádé, említetted a világbajnokságot. Mely versenyeken van reális esélyük ott lenni nyíregyházi úszóknak? Én azt tűztem ki éves célul, hogy két világversenyen mindenképpen szeretném, ha kint lenne nyíregyházi úszó, sőt ez az ifjúsági Európa-bajnokságot is idevéve esetleg három esemény is lehet. Én azt mondom, hogy a Stankovics Annának, illetve a Hatházi Dórának jó esélye van a felnőtt világversenyeken. Világbajnokság, Európa-bajnokság is lesz, illetve Univerziádé, ugye az Anna esetében ez fontos, illetve a gimnáziumoknak is megrendezik a világjátékoknak nevezhetjük ezt a Belgrádba hirdetett eseményt, ahova szintén Dóri még ugye gimnazista jó eséllyel pályázik. Az Európa-bajnokság, tehát az ifjúsági Európa-bajnokság helyszíne az már biztos, Otopenben lesz, Romániában, ahol vadonatúj úszodát építettek erre a célra, ott Barna Biankának vannak jó esélyei kijutni. Említettük Hatházi Dórát, róla most már lehet tudni, hogy nyártól az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait és úszó pályafutását. Mekkora elismerése ez az itt zajló munkának?
Amivel még nem találkoztunk, eljöttek Amerikából egy edzőpáros, és két délutáni edzést is végig néztek és végigkövettek a Dóri munkáját, illetve az én munkámat, hogy hogy zajlik ez itt Nyíregyházán. Én úgy gondolom, hogy a következő héten már meg is érkezett a szerződése, tehát megnyerte Dóri is, és az elvégzett munka is a jutalmát, úgymond, hogy meghívták. Ehhez még viszont kell egy sikeres érettségi, meg egy nyelvvizsga. Eddig lányversenyzőkről beszélgettünk főként. Mi a helyzet a fiúkkal? A fiúknál komoly visszaesés van, ugye a Covid következtében, illetve sportágat váltottak többen. Serelőkorcsoportban, illetve az ifi korcsoport várományosai maradtak, valamint néhány idősebb versenyzők, akik még felnőtt korcsoportban továbbra is rendületlenül készülnek. Én úgy gondolom, hogy erősödnünk kell, ez az feltörekvő nemzedékre is igaz, hogy fiúk vagy lányok fogják hozni az eredményt, szinte mindegy. Tavaly megrendeztétek ismét a Szabolcs kupát, mint hazai rendezésű rangos versenyt. Az idén milyen versenyek rendezésében gondolkodtok? Már az év eleje szinte búskálni fog ebbe a versenybe. Február 5-én megrendezzük a már harmadik alkalommal a Nyíregyházi Sportcentrum kupát, az NSC kupa harmadik fordulóját. Mi leszünk az elsők, akik versenyt rendezünk itt a környéken, régióban, ezért bízom benne, hogy szép számmal lesznek versenyzők. Illetve egy olyan programot állítottunk össze, mert a felkészüléshez igazodik, lesz 200 méteres gyorsúszás, 400 vegyes, 800 gyors, amit még eddig nem rendeztünk. Rögtön másnap rá, február 6-án megyei diákolimpiát rendezünk, ha minden igaz, 3., 4., 5., 6. korcsoportnak, és mindenképpen ebben az évben még Szabolcskupát szeretnék rendezni. Ami célkitűzésünk az évre, hogy a szenioroknak is egy rangos versenyt, akár többnapos versenyt is Nyíregyházára hozzunk. Még nagyon az év elején vagyunk, egyelőre edzések vannak, tavaly viszont voltak jócskán versenyek. Gondolom azért az ünnepek alatt volt ide egy picit értékelni 2021-et összességében, mennyire vagy elégedett a tavalyi esztendővel? Összességében elégedett vagyok, úgy érzem, hogy ugye az országos bajnokság volt a kitűzött cél év végén, és ott magamon felül teljesítettem, úgyhogy úgy érzem, hogy tényleg mindent elértem a tavalyi évben, amit el lehetett. Meglehetősen sűrűnek érkezik az idei esztendő. Milyen célokat tűztél ki magad elé? Ugye először a legnagyobb megmérettetés az a országos bajnokság lesz. Ott szeretnék majd a VB-re vagy az EB-re szintet úszni, de akár ugye mindkettőre. Hát majd meglátjuk, remélem, hogy sikerül a felkészülés, és tényleg mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy minél jobb eredmény legyen. Az úszóknak az ellenfeleken kívül az óra is az ellenfele. Szerinted mi az, amiben javulnod kell, hogy még jobb időket tudjál elérni? A rajtban és a fordulóban mindenképp, de van még mit javítani az úszás részében is. Ha minden a tervés szerint alakul, akkor nyártól majd, vagy ősztől az Egyesült Államokban folytatod a pályafutásodat, és tanulmáidat, hogy jött ez a lehetőség? Több megkeresést is kaptam ilyen amerikai egyetemekről, és úgy gondoltam, hogy elkezdek velük beszélgetni, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Eleinte csak úgy időtöltés gyanánt beszélgettem velük, hogy gyakoroljam az angolt és egyebek, de utána tényleg megtetszett ez a lehetőség, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom és élek vele. Mit lehet tudni leendő egyetemedő csapatodról? Ugye az Egyesült Államokban az egyetemi sport nagyon erős, és talán az egyéni sportágok között az atlétika mellett az úszás az, ami leginkább erős. Feltörekvőben vannak, évről évre egyre jobbak, úgyhogy remélem, hogy jövőre én is hozzá tudok majd járulni ezekhez a sikerekhez. A hétvégén Hajdúszoboszlói pályára a megyei amatőr futballválogatott, amely 4 ellenféllel szemben harcolhatja ki az országos döntőbe jutást. Hajdúszoboszlón lesz a Mavont 2022-es kiírása, ami eredetileg ugye 2021. novemberében Kisvárnál lent volna, de az ismert egészségügyi helyzet, a romló egészségügyi adatok miatt ugye a novemberi selejtezőket országosan a Magyar Labdarúgó Szövetség lefújta. Előtte, illetve pont akkor, aznap, amikor lefújta az MLS, akkor volt egy összetartása a megye válogatottnak, Nyíregyházán a Filóműfüves pályán, majd azóta ugye volt egy edzés most Örökösföldön, illetve múlt szombaton egy edzőmeccs a Nyír Gyula ellen, tehát két edzésre és egy edzőmeccsel készült erre a tornára a megye válogatott. Két nap alatt 4 mérkőzés vár a csapatra, egy mérkőzés egyébként 2x30 perces, szombaton rögtön a valószínűleg papíron legnehezebb ellenféllel, Heves megyével kezdünk 10:30-kor. Ugye Heves volt az, aki a legutóbb 2019-ben Mezőkövesden megnyerte a tornát emlékezetes körülmények között, hiszen biztos, aki figyelemmel kísérte, emlékszik rá, hogy a pályán ugye a mi csapatunk volt a legjobb, de Heves másfél nappal később megóvott egy szombat délelőtti mérkőzést, és mi
miután megkapta a pontokat, így tudott a mi csapatunk elé ugrani, úgyhogy igazán érdekes kis párosítással kezdjük majd a Mavontot. Egyébként a megyei szakmai stáb ugyanaz, a két ember maradt, tehát Lukács Tibor a Nyír Gyulaj KS-e és Kis Tamás az Ibrányese vezetőedzője. A játékosok közül is elég sokan, egy olyan majdnem a fele, talán több mint a fele, több mint 10 játékos maradt a legutóbbi keretből, úgyhogy bizonyítani akarnak, szeretnék most az első helyen végezni. Bízunk benne, bízunk abban, hogy jól sikerül majd ez a torna, de különösebb nagy elvárás nincs most a csapat felé, hiszen ne felejtsük el, hogy a lehető legrosszabb időpontba kerül megrendezésre, most kezdődtek el az edzések. Még csapatnál, a legtöbb csapatnál még most ugye ilyen fizikai felmérők vannak, fizikai edzések, tehát valószínűleg fáradtabbak lesznek a srácok, de remélem, hogy sikerül majd jól szerepelniük ezen a tornán. 8 megyei csapatból kerül ki a 22 játékos, aki egyelőre úgy néz ki, 22-en el tudok utazni erre a tornára. Január közepén elindult az átigazolási időszak is, kevésbé mozgalmas ez az időszak, mint a nyári. Mégis milyen mozgásra lehet számítani, és milyen szabályok szerint válthatnak ilyenkor csapatot a futballisták? Ugye egy hónapig van a téli átigazolási időszak, ilyenkor nagyon fontos szabály az, hogy csak akkor tud eligazolni egy játékos, akár utánpótlás, akár felnőtt szinten, hogyha a jelenlegi klubja, az átadó klubja elengedi, tehát aláírja, lepecsételi az átigazolási lapot, illetve emellett még pénzügyi működési költségtérítés megállapodás is van. Utánpótlás szinten van egy minimális összeg, ami kötelező, felnőtt szinten nincs minimális összeg, el lehet térni, akár 0 forintért is, viszont egy nullás megállapodási szerződést kell csatolni az átigazolás mellé. Jól mondtad, ilyenkor kicsit kevesebb a változás, általában az első héten lezongorázódnak a megye 1, megye 2-es csapatoknál a változások, hiszen azt már az elmúlt év végén lebeszélték ugye a játékosokkal, és még ahogy szokott lenne, az utolsó napokban várható majd egy nagyobb rohan. Nagy pályán még csak most kezdték el a felkészülési csapatok, viszont ez az időszak az, amikor teremben lehet rúgni a labdát, és ezt teszik a futszálosok is. Így van, a futszálbajnokságai folyamatosan mennek. Pont most néztem, az elmúlt héten több mint 70 mérkőzést játszottak le a különböző korosztályos bajnokságainkban a megyénkben. Ugye fiúknál van a U15, U17, U20-as korosztály, és pont múlt hétvégén elindult az U13-as bajnokság, lányoknál pedig az U17, U19-es pontvadászat. Emellett pedig van ugye egy regionális felnőtt férfi futszálbajnokság, amelyet mi bonyolítunk le. Mikor rajtolnak majd a bajnokságok a különböző megyei osztályokban? A megyei első osztály kezd leghamarabb, hiszen május elején be kell fejezni az MB3-as osztályozó miatt. Február 19-20-ai hétvégén a 16. fordulóval folytatódik a Nyírvatlan megyei első osztály. Két hét múlva folytatódik a három csoportos megye másodosztály, majd újabb két hét múlva indulnak el a többi pontvadászataink, a felnőtt megye 3, illetve az utánpótlás bajnokságok. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.